Üdvözlünk mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok, én Zoli vagyok. Én pedig Réka. És ez itt a Mit játszunk blog. Vlogunk a társasjátékozás népszerűsítésével foglalkozik, úgyhogy ha érdekelnek a játékok, akkor gyere és csatlakozz hozzánk itt a YouTube-on, és Facebookon, Instagramon is várunk benneteket. A következőkben megyünk kultistákat ölni. A Kultisztorm viharába. Lássuk. Így néz ki a Kultisztorm című társas játék, a három játékosra készítettem elő. Mint láthatjátok, jó sok alkatrész van, ebből adódóan jó sok szabály is, és a célom nem minden egyes apró szabályra kitérni, hanem egy átfogó képet adni arról, hogy ez a játék ez pontosan mit is tud, illetve milyen élményt ad a játékosoknak. Ez egy 100%-ban kooperatív társas játék. A játékosoknak közös célja, hogy megakadályozzák a kultistákat abban, hogy a mérhetetlen véneket, az ő általuk nagyra becsült mérhetetlen véneket bejuttassák a mi dimenziókba, mi világunkba. Ehhez az kell, hogy 5 helyszín van a játék elején felcsapva, és mindegyik helyszínt lepecsételjék azzal a pecséttel, ami hozzá rendelődött. Itt vannak ilyen pecsétlapok, illetve pecsét tokenek a játékosoknak. Egyetlen győzelmi feltétele, hogy ezeket a helyszíneket legátolják, leblokkolják, hogy oda ne tudjon mérhetetlen vén jönni. Nagyon jó a játékban a játékos segédlet. 6 fázison keresztül megy minden egyes forduló, és ezeket a fázisokat egymás után kell végrehajtani a játékosoknak. Először is van egy kultista fázis. A Kultisztorm című játékban kultisták jönnek. A játékban van egy jó kis kultista jelölünk, egy ilyen gonosz förmedvény, amely körbe-körbe óramutató járása szerint mászkál, és helyszínekre kultistákat pakol le. A játék elén elkészítettem a kultista paklit, ilyen kicsi pöttyök mutatják, hogy melyik kártya hány játékosnál, milyen játékos számnál kerül játékba. Javasolja a játék, hogy vannak kultisták, aminek van szöveges része, az első pár játékban azt nem érdemes használni, mert alapos fejtörést, illetve problémát tud okozni a játékosoknak. Úgyhogy játékosszámnak megfelelően megy ez a bizonyos kultista. A kultista azt mondja, hogy jó, elindul, és akkor 1-2-3-at halad, és ezekre a helyszínekre ő bizony dobál kultistákat. Tök jó a kis ikonográfia a játéknak, azt mondja, hogy ennek a helyszínek ez a villám ezzel a szimbólummal van összekötve, tehát ezeken a helyszíneken mozog, és 1-2-3-at tolt. Erre a helyszínre, illetve a következő helyszínekre letesz egy kultistát ide hozzátok közelebb. Minden egyes kultista rendelkezik bizonyos szimbólumrendszerrel, és azokat a szimbólumokat kell összegyűjteni a játékosoknak valamilyen módon. Ez az első fázis, hogy a kultista halad, illetve itt van még egy-kettő ilyen icipici apróság, például dobunk a helyszíneknek a kockáival. Ha a játékosoknak szerencséje van, igen, nagy a szerencsefaktor játékban, ha szerencséje van a játékosoknak, akkor üres oldalt sikerül dobni, és akkor az adott helyszínen nem kifejezetten problémás kultistát ölni. És abban az esetben, hogyha egy helyszínre a negyedik kultista megérkezne, akkor az automatikusan megidézi az egyik mérhetetlen vént, ilyenkor a mérhetetlen vénpakliból keresik ki a játékosok, hogy a negyedik kultista, aki oda helyszínre érkezett, az ő hozzátartozó vén megjelenik a játékban, meglehetősen problémás, és indul az iszonyat. Van egy iszonyat jelölő, a rendkívül félelmetes, és a játék elején feltett iszonyat kártyákon vándorol. Ezek, hogyha begyűjtötték a megfordításához szükséges kristály mennyiséget, akkor nagyon komoly fejtörést okoznak a játékosoknak. Mindegyik különböző, van amelyikhez csak 2 kell, van amelyikhez 3, de van amelyikhez 4 kell. Ezen kívül van felcsapva egy végjáték kártya, ahhoz 5 ilyen csillagot kell letenni a játékosoknak, illetve az iszonyat jelölőnek. Minden esetben egyet megy az iszonyat jelölő, és ahova érkezik, oda egy ilyen kis kristályt le is tesz. Érdemes egyébként menedzselni ezt a játékosoknak, mert amint felfordul egy 4-es lap, az komoly probléma, egy 2-es lap az nem annyira harapja meg a játékosok tervezését, de egy ilyen nagyobb kristályt követelő jelölő viszont, kártya viszont már igen. Utána jön egy frissítés fázis, kiegészítjük a kezünkben lévő kártyákat. Négyre a játékosok, illetve dobnak a nyomozó kockákkal. A nyomozó kockák azok szimbólumokat tudnak, és hogyha ügyesek, illetve szerencsések a játékosok, akkor egy ilyen 5 szöget dobnak, ez bármelyik egyéb szimbólumot helyettesíti. Egyébként ezek a szimbólumok találhatóak a játékban, a kultisták ezekre harapnak, és ezek az ősi jelek, amivel le lehet majd pecsételni a játékot, a játékosoknak a helyszínt. Mindegyik játékosnak egy saját kis nyomozó paklia van, ebben egyedi lapok vannak, és 4-et húz fel a játékos. Most 3 játékosra vonatkozó szabályokat mondok el. Fontos tudni, hogyha 2-en játszik a játékot, akkor vannak kicipici szabálymódosítások. És hogy néz ki egy nyomozó kártya? A nyomozó kártyákon van többségében, van egy kettő, ami nincs, de többségében vannak ilyen szimbólumok, illetve vannak egyéb jelölések, illetve van egy ilyen lapképesség. És nagyon izgalmas, ugyanis ezeket a képességeket nem magára tudja használni a játékos, hanem egy játékostársát, mivel ez egy kooperatív játék, a játékostársát tudja vele segíteni.
Ahhoz azonban, hogy egy másik játékostársát segítsen ennek a képességével, egy őrületet kell gyűjteni. Az őrület egy kardinális visszatérő fontos motivum a játéknak, ezek a piros kristályok jelölik a játékosok, hogy mekkora az őrület szintje az adott játékosnak, ebből maximum 4 lehet egy játékosnak. Amint a negyediket is begyűjti, az adott játékos azonnal megőrült, és kooperatívan játékosok elvesztették a játékot. Sok ilyen számosság van a játékban, hogy hány kultista lehet fent, hány őrület lehet, mekkora kézlimit a játékosnak, illetve hány tárgya lehet. A játékos segédletek a hátoldala nagyon szépen kommunikálja győzelmi feltételeket, illetve ezeket a limiteket. Például kultistákból sem lehet akármennyi, 3 játékos esetén, amint a 14. kultista felkerült, a játékosok elveszítették a játékot, tehát maximum annyit bír el. A tábla nagyon fontos gyilkolászni ezeket a kultistákat. Tehát ahhoz, hogy egy játékos ezt a képességet egy másik játékosra használja, ahhoz őrületet kell gyűjtenie, kivéve, hogyha van egy ilyen szimbólum a kártyán, mert akkor nem. Abban az esetben, hogyha egy kártyát átadtam egy másik játékosnak, ő használhatja azt az előnyt, amit ez a kártya biztosít, és hogyha nincs rajta ilyen tiltó szimbólum, egy ilyen kis piros áthúzott kör, akkor azonnal kiegészítheti a játékos a kezét újra 4-re. Nagyon fontos, hogy a játékosok számoljanak az imént dobott kockák értékével, és végig gondolják, hogy mit tudnak csinálni. A játékosok a játék elején kapnak eszközöket, ezek az eszközök nagyon hasznosak lehetnek, és vannak bizonyos kártyák, amik megengedik a játékosnak, hogy majd gyűjtsenek tárgyat. Tehát ez volt a játékban a frissítés fázis, de a legfontosabb rész, ami a játék gerincét képezi, az a nyomozó fázis, amikor a játékosok cselekedni tudnak. Nincs a játékosoknak köre, általuk választott sorrendben hajthatnak végre mindenféle cselekedetet. Ez jó sokféle lehet, ez lehet mozgás, az első mozgást ingyen tehetik meg a játékosok. A játékban a későbbiekben, amikor tett egy kört az iszonyat jelölő, és beért a végjáték kártyához, akkor felhelyezhetnek egy helyszín használható tokent. Az elején még ezek a helyszín képességek nem használhatóak, ezeket is a játék elején véletlenszerűen csapjuk fel, de dönthetnek úgy a játékosok, hogy ők határozzák meg, hogy melyik hova megy. És hogyha tett egy ilyen kört, akkor használhatnak egy ilyen helyszínt, és ez szerint is érdemes mozogni a játékosoknak a saját kis emberkéjükkel, amit egy olyan színű talpon jelölnek meg, amilyen színen szeretnének játszani. Úgy pozícionálják magukat, hogy milyen kultistát szeretnének majd hatásolni, illetve milyen helyszínképességet használhatnak, egy mozgás ingyen, és az összes többi bizony őrületbe kerül. A következő lehetőség, amit tudnak csinálni, hogy aktiválnak egy helyszín, az imént beszéltem erről, esetleg kutathatnak, minden egyes kézben lévő ilyen kis nagyító ikon után a játékos felhúzhat lapokat a tárgypakliból. A tárgypakli jó sok izgalmas kártyát tartalmaz, de van egy-kettő gonoszság elrejtve benne, ami az iszonyat jelölt mozgatja, illetve bénítja a játékosoknak a döntését, majd illetve figyelő szem, amely meglehetősen kellemetlen tud lenni. Ennek nagy része a játékosokat segíti, de hogy ne legyen olyan egyszerű dolguk, mivel ez egy horror játék, bizony előkerülhet a tárgypakliból is ilyen történet. Maximum 2 tárgya lehet a játékosnak, és súgok egy picit, érdemes ezeket a tárgyakat használni arra, hogy minél egyszerűbb dolga legyen a játékosoknak. Nagyon fontos, hogy mindegyik játékos önmaga dönt, nem kényszeríthető egy másik játékos által, hogy tessék szépen ezt csinálni, de meghatározza a játékot egy kooperatív hangulat. Abban az esetben, hogy egy helyszínen vannak, cserélhetnek tárgyakat, ezen kívül támogatásokat játszhatnak ki egymásnak, mint említettem, adhatnak egymásnak kártyát, karakterképességet fejleszthetnek abban az esetben, hogyha trófeát gyűjtöttek egy korábbi körből megöltek esetleg egy kultistát, akkor használhatnak karakterképességet. Mindegyik játékosnak jó kis karakter lapja van, ezen a karakter lapon részletezi, hogy a későbbiekben milyen képességeket tud majd használni. Lehet célpont választani. A célpont választáshoz mindegyik játékosnak van egy kis célkeresztje. Ezzel jelöli többieknek is magának, hogy például a játékos tudja majd hatástalanítani ezt az árnyat, aki az adott helyszínen van, és a játékos lejelöli, hogy majd oda fog mozogni, és ő tud majd valamit kezdeni. A kártyán találhatóak ezek a szimbólumok, ezek az ősi jelek, ezeket kell úgymond befizetni a játékosnak, hogy a kultistán lévő szimbólumokat összegyűjtse. A kultista kártyán lévő szimbólumokat egészen biztosan fizetni kell, ez hozzáadódik a helyszínnek a dobókockája, hogyha van, illetve hogyha van olyan kultista, aki a saját helyszínén van, tehát olyan főszimbólummal rendelkezik, ami a saját helyszínének a szimbólum. Esetünkben itt ezen a csillag szimbólumon mind a két kultista rendelkezik azzal a szimbólummal, ami a helyszínek is, úgyhogy nem csak ezeket kell befizetni úgymond, hanem a dobókockának, illetve a helyszínnek a szimbólumát is. Ezeket a kultistákat legalábbis a játék jelen állása szerint meglehetősen nehéz hatást tanítani, illetve annak van jelentősége, hogy egy nyomozónak pisztolya van, esetleg ilyen kis boxere, mert például ő csak a helyszínen a legközelebbi kultistát tudja hatást tanítani, ő pedig akár egy távolabbat is. Mindegyik játékosnak van két ilyen jelölője,
akár két kultistát is meg tud támadni, tud harcolni vele. Mindegyik játékosnak lehetősége van nyomozókockához jutni, ebből a játék elén dobunk. Nem lehet úgy, hogy egy játékos nem kap nyomozókockát, úgyhogy mindenkinek kell. És a következő fázis során a lejelölt kultistákat a játékosok megtámadják, és itt nincs szerencsére dobás, itt tulajdonképpen kiszámolható, hogy ki pontosan mit tud csinálni, és érdemes is egyébként kultistát ölni, már csak azért is, mert a játékos után a trófeát kap, illetve hogyha nem tud kultistát ölni a játékos egy fordulóban, akkor bizony őrületet kap. Nagyon fontos tehát ezzel tervezni, hogy a játékosoknak aprítani kell a kultistákat, mert hogyha nagyon elszaporodnak, akkor jönnek a mérhetetlen vének. És nagyon izgalmas, hogy nem csinálhatja meg egy játékos, a kultistát öl, utána mozdul, és utána egy másik helyen kultistát öl, tehát először is egy helyre kell pozícionálgatni magát, és ott fog kultistákat ölni. Előfordulhat, hogy két játékos és egy helyszínen van, ez semmi sem tiltja, úgyhogy simán lehetnek ketten egy helyszínen. És meghatározott sorrendben ettől a szimbólumtól kezdve óramutatójárása szerint végig megyünk, hogy melyik játékos melyik kultistát ölni meg, amikor megölte a kultistát, a hozzátartozó szimbólumot elteheti, és a játékban későbbiekben fejlesztheti a saját képességeit. Öt ilyen kis slot, öt ilyen kis tárhely van minden egyes játékosnak a kis táblácskáján, és szépen lassan oldogatja ki ezeket a bizonyos képességeket. Igen, ám csak ezeknek a kioldása is mozgatja az iszonyat jelölőt, illetve a kultista jelölőt, tehát nem ingyen tehetik meg a játékosok ezt. És ami a legfontosabb, a hatodik fázis, hogyha le tudnak pecsételni a játékosok egy helyszíntehez, az adott játékosnak az adott helyszínhez tartozó korongot el kell venni, ezt egy kultista megölésekor teheti majd meg, hogy elveszi ezt a bizonyos jelölőt, neki ott kell lennie, és be kell fizetni a szükséges számú kultistáktól megszerzett helyszíntokent, hogy le tudja pecsételni az adott helyszínt. Ez igazából az egyetlen győzelmi feltétel a játékosoknak, hogy mindegyik helyszínen legyen a saját helyszínhez tartozó ilyen pecsétkorong. Fontos apróság, hogy olyan helyszín nem lehet lepecsételni, ami éppen közeleg a vént, tehát először a vént el kell pusztítani onnan, viszont onnantól kezdve ott már vén nem jelenhet meg. Nagyon sok stratégiai tervezés és rengeteg együttműködés jellemzi ezt a játékot, és kicsi energiabefektetéssel, mert ami a játékszabályokat illeti, nagyon különleges kooperatív élménye lehet a játékosoknak. Ez a Kultistorm lényege. Vészjósló rettenet doboz. Igen. A szemek annyira vicces volt, amikor elhoztuk, akkor a szatyorból, vagy a táskából így kandikáltak ki a szemek. Gondoltam, hogy a metró hogy örülhetnek az emberek, mi lehet abban a dobozban. Annyira jól néz ki szerintem. Fú, ez a játék fantasztikus. Nagyon jó. Szerintem nagyon-nagyon jó, hogy az ilyen horror témával ellátott és átítatott társasjáték világnak, amely főleg az Arkham Horror, az Eldritch Horror, azaz a Fantasy Flight Games-nak a Lovecrafti megközelítésén alapszik, mer egyedi lenni, és mer sokkal alapanyag hűbb lenni, mint az összes többi cím. Beszélgettem sokat Szűcs Sándorral, ő nagyon szereti ezt a világot, és szeretett volna egy olyan társasjátékot készíteni, amely nagyon hű, és azt mondja, hogy oké, nem fogunk mi fakanállal csapkodni Cthulhut, nem. Már önmagában a tényben, hogyha megtudnánk, hogy ilyen lények léteznek, már belehalnánk. Tehát olyan, hogy mi harcolunk a vénnel, nem, maximum előzni tudjuk, vagy meggátolni, hogy megjelenjen. Igen. Úgyhogy mint Lovecrafti játék, hatalmas nagy pipa. Hogy tetszett? Én azt érzem, hogy ez a szeretet, amivel készült ez a játék, és ez a fajta hozzáértés, ez a szakmaiság, ez maximálisan átjön. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy mindazon Lovecrafti játékok, Lovecraft témájú játékok közül, amivel életemben játszottam, az Eldritch Horror, az Arkham Horror, az Elder Sign, és sorolhatnám. Tehát ezek közül szerintem ez a legjobb, a legmarkánsabb játék, amiben a legjobban át tudtam élni ezt az egészet. Én alapból nem vagyok egy nagy amerifon, de azt hiszem, hogy ebben a játékban éreztem a legkönnyedebben magam, vagy legjobban magam, annak ellenére, hogy ez egy nehéz játék. Én nagyon féltem tőle, hogy túl nehéznek fogom érezni, és nem fogok tudni a témában elmélyülni, hanem majd csak mindig így számolok meg, meg nagyon ilyen száraznak fogom érezni a téma ellenére, és egyáltalán nem tökéletesen el tudtam merülni a világában. Nekem nagyon sok minden tetszett ebben a játékban. Nekem két hatalmas pozitív dolog van ebben a játékban, számos kisebb pozitív mellett, de amit mindenképpen kiemelni, kooperatív játék, egy nagyon jó csavarral, nagyon ügyesen oldja meg az alfajátékos problémát, hogy egy nem nagyon van kapacitásunk mindent számolni, a saját kártyáimnak a szöveg részét, tehát az alsó részét a többiekre tudom elsütni, támogatni tudom a többieket, ebből adon, hogy mindenki kell. Meg a fejlesztendő saját tulajdonságaink is pont annyira hasznosak, hogy folyamatos kommunikációt kér a tagok között, szerintem egyébként négyen nagyon jó,
hogy mi, kinek milyen van, melyik a fontosabb, rangsoroljuk, és a te tulajdonságod, most te fejleszd magad, inkább odaadunk mindent, csak te fejleszd magad, mert az nekünk is jó. Van, tehát úgy kooperáltatja az embereket, hogy észre se veszed, és kooperálsz. Úgy, tökéletes. Egy számomra eddig nem nagyon látott szinten kooperatív, legutóbb a Szelemek szigete hozott ilyen nagyon szép egymás támogatás történetet, de ott is ugye alapvetően annyi minden van, rengeteg minden folyik a táblán, a bemutatóban is mondtam, hogy nem tudok mindegyre szabályra kitérni, mert rengeteg kicsi apróság, kér befektetés természetesen, de egy ekkora doboz meg ekkora asztal kép azért kommunikálja, hogy nem fillerjátékról van szó. De a másik hatalmas egy piros pont, hogy ez egy okos ameri. Kockadobás van, kártyahúzás van, de egy hatalmas egy taktikai mélység. Aha. Kaptunk egy kockaállást, kaptunk rettetesen feltápolt a helyén lévő kultistát, aki az plusz szimbólunk el, alapból négyes a kezem. De lehet, hogy nem őt kéne ütni, hanem aki ott van, mert jó, majd oda jön, hogy vén fog mindjárt jönni, tehát az igen. Nagyon fontos pozíció. Mit szóltok, hogyha majd Timi megy oda, és akkor majd Peti segíti, és folyamatos nagyon megbeszélés okos. Van, és taktikai. Tehát kapunk egy állást, kapunk egy kezet, kapunk egy ledobott kockaszettet, és kapunk kultistákat. És beszéljük meg, mi legyen. És nincs sikeredobás. Tehát az én eurós lelkem egy hatalmas levegőt, egy falat kenyérrel ért fel az, hogy oké, kiszámolható, és le tudok tenni egy tokent, jelölni tudom magamnak és a többieknek, én őt meg tudom ölni. És van egy hatalmas egy tanítás ebben a játékban, amit mindenképpen el szeretnék mondani, hogy kooperatív érdek, hogy engedje magam sebezni. Jó. Nem cél, hogy mindannyian mak egészségesen éljük túl, engedem magam egy picit megőrülni, és csodálatos, hogy minden egyes játékparti alkalmával volt valaki, aki az őrület határán, mint egy ilyen kötél táncolt, hogy vállalta azt, hogy egy picit legyengülök a közérdekében. Nagyon érdekes. Ez egy nagyon jó a balanszolt szerencsefaktor a játékban. Nagyon sok apró alkatrész van, ami azt segíti, hogy annak ellenére, hogy mit dobtál, te tudj tényleg taktikai döntéseket hozni ebben a játékban. És emellett azon túl, hogy gyönyörűek az alkatrészek. Csodálatosak a minik. Van egy-két olyan apróság, amin én azért még egy picit dolgoztam volna, például ilyenek, de lehet, hogy ez egyébként csak nekem fontos, hogy a minik nem hasonlítanak a rajzokra, és én úgy szeretem, hogy tudom, hogy az az én minim, és persze jelöli egy színnel, de nekem a színek tekintetében egy picit zavaró volt, hogy nincsen, tehát a saját játékos színed, ami a talpa a kis mininek, az nem a karaktereknek a színe, és valahogy a színkezelés az egy kicsit fura, mert nagyon sokféle zöld van, nagyon sokféle piros van, és úgy rá kell állnia az ember szemének. Persze a tanulás folyamat egyébként is hosszú ebben a játékban, tehát mire a szimbólumrendszert megérted, meg hogy mi micsoda, meg mihez kapcsolódik árammal, meg szóval egy kicsit tanulni kell. Türelmet kér, figyelmet, fókuszt kér az elején, amikor tanulod. Mi azért egy jó bő másfél órát tanultuk az elején, hogy minden apró részletet jól játszunk. Igen. Tehát azért tanulni kell, ez egy kicsit olyan dolog, amit én még így picit, nagyon picit finomítottam volna, de ettől eltekintve az artwork ennek a játéknak, meg a hangulata, az én azt gondolom, hogy egy hát, ilyen hát akkor megjelenik egy vén, összenézünk, hogy valamit benéztünk, a kultisták összehozták, átalakul egy picit a játék, más fókusz helyeződik, megnyerhető. Szerintem a nyerési aránya jobb, mint egy ilyen utolsó erődnél, tehát hogy tudtok nyerni, tudtok jók lenni ebben a játékban, tudjátok nehezíteni a saját játékotokat. Ez egy fontos pont. Külön megdicsérném a segédletet. Nagyon jó, lépésről lépésre végigvisz, például az első pár játék alkalmával, vagy amikor hagytok ezt szünetet, nem tudom, 2-3 hónapig nem játszottátok, visszasoppanni a játék világában nagyon jó. Nagyon jó, hogy fontos szabályokat segít, tehát egy átgondolt segélete van a játékosoknak, hatalmas piros pont sok szempontból. Lépésről lépésre végigvisz, és nagyon szépen logikussá válik minden és hamar. Hát azért is fontos, mert azért ez egy adminisztratív játék abból a szempontból, hogy ha elvesztél, hogy milyen most, akkor csak szépen végig kell menni a lépéseken, és minden úgy fog menni, mint a karikacsapás, érteni fogod, mindennek megvan a saját helye. És nagy asztalon játszátok. Úgyhogy nagy asztalon. Kéri az asztalt, játékos szám. Ketten oké, szerintem 3-4-en a legmélyebb ez a játék. Ötennek rengeteg az információ, rengeteg a nyomozó, húha, ő mit, tehát hogy szerintem tapasztalt, kifejezetten gyors játékosoknak tud működni öten, de alapvetően a játék még jól kezeli játékos számot. Amennyire tudom, tök jó kis kiegészítők érkeznek a kultisztorhoz, ez egy pici kis ízelítő bemelegítő változat, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy az, amit most bemutatunk, ez a Kickstarter-es exkluzív kiadás, tehát elképzelhető, hogy a boltban lesz pár alkatrész, pár kártya, ami nem lesz a változatban, de mindenképpen, hogyha szeretitek a horror műfajt, és szeretitek a kooperatív játékokat, és nem irtóztak attól, hogy lehet, hogy lesz egy szerencsétlen húzás, lehet, hogy lesz egy szerencsétlen kockadobás, a kultiszton abszolút figyelemre méltó. Megéri befektetni ebbe a játékba, műfaj kérdése. Vannak, akik nem kooperálnak szívesen a többiekkel, rengeteg más játék van még, de viszont, hogyha a kooperatív játékot kerestek, a kultiszton nálunk top kategóriás.
A Kultisztom egy igazán különleges társasjáték, és igazán büszke lehet a hazai társasjáték kiadására, a csodálatos termékre. Rengeteg munka van benne, és ez meg is látszik rajta. Így van, igazi siker, Kickstarter siker, és azt gondolom, hogy nagyon nagy örömmel dolgoztunk vele, nagyon szépen köszönjük ezt. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen a Game Clubnak és a Purple Meeple kiadónak, hogy bemutathattuk nektek ezt a játékot. Bízunk benne, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor kérlek dobj egy lájkot, esetleg a megosztást, hogy minél többekhez eljusson ez a tartalom. Ha játszottad ezt a játékot, és van esetleg véleményed, benyomásod róla, akkor kérlek kommentben írd meg. Reméljük, mi hamarabb találkozunk, addig is jó játékot, srácok. Sziasztok! Sziasztok!